Több mint 200 pályakezdő gyakornok vett részt abban a gyakornoki mentor programban, amelyen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozások indulhattak. Arra pályázhattak, hogy a tanulószerződéses szakmunkások számára gyakorlati helyet, képzést és mentort biztosítsanak, cserébe bér- és járulékkedvezményben részesülhettek. A megyei kereskedelmi és iparkamara szerint sikeresen zárult a gyakornoki program. A gyakornokok olyan 25 évesnél fiatalabb pályakezdők voltak, akik nappali oktatásban szerezték meg szakképesítésüket. Ennél a sütőipari cégnél több mint 20 éve foglalkoznak szakmunkás képzéssel. 2013-ban és 2014-ben nyílt lehetőség arra, hogy a pékségben tanulók részt vehessenek egy uniós támogatású gyakornoki mentori programban. A vállalkozás 6 hónapig munkabér és járulék támogatást kapott a két-két tanuló után. Az ágazatban nincs elég szakember. 20-30 pék hiányzik a termelésből a megyében. Ezért volt jó az a pályázat, hogy lehetővé tette és megmutassa a gyerekeknek, hogy ennek a szakmának a szépsége az igazából hosszú távon is eredményeket hozhat a gyerekeknek, és ez lehetővé tette az, hogy tovább tudjanak a gyerekek ebben a szakmában elhelyezkedni. Jó volt ez ugye a gyereknek, és jó volt nekünk, mint munkáltatóknak is, hiszen támogatást tudtuk igénybe venni. 4 osztályból 19 tanuló karosszéria lakatosnak és autófényezőnek tanul ennél a nyíregyházi cégnél. A duális képzés lehetővé teszi, hogy életszerűbb legyen a gyakorlati oktatás, mint a tanuló műhelyekben. A cégeknél 2-3 tanulót tovább is foglalkoztatnak, jobban megismerik a szakmát, és nagyobb munkatapasztalatot is szereznek. Gyakorlatban vannak egész nap, és ugye az, ami az életből jön dolgok, összetört autók, megjavítandó kicsi karcolások, és mit, hogyan, milyen fogásokkal kell megcsinálni, ezeket ők megtapasztalják, átélik, és látják, hogy milyen lesz a jövőben a munka, és mi ebbe a lehetőség, milyen szépség van, ezért ezt jobban szeretik a tanulók, mint hogyha bent egy oktatóbázison, egy tanműhelybe, kikalapálunk egy elemet, és akkor abból lesz valami. Az nem látszik az autón, nem látszik az ügyfélnek a szemén, amikor elvitte az autót, hogy hú, de szép lett az autó. Amelyik szektorban szakemberhiány van, ott jellemzően a bérek miatt nagyobb az elvándorlás, ahol jobb a fizetés, ott tovább a pályán maradnak a tanulók is. A következő években már csak mestervizsgával lehet oktatni a gyakorlati képzőhelyeken. Tőlünk is mentek dolgozóink oda, és mestervizsgát tettek le, karosszéria, fényező, autóvillamosság és autószerelő szakmában, és abban támogattuk még a kamarát, hogy helyiséget, illetve helyet biztosítottuk ahhoz, hogy gyakorlati oktatás, illetve a vizsga is, az nálunk történt meg. Köszöntöm a stúdióban Nagyné Varga Katalint, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara főtitkárát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A kamara szinte a kezdetektől nagyon komoly szerepet vállal a képzésben. Ez a projekt is ennek egy jó példája. Igen, folyamatosan emelkedik a szakképzési feladatunknak a jelentősége, és egyre több szakképzési feladatban veszünk részt. Ezt a Dolgozva Tanulj programot most zárjuk. De ez egy nagyon komoly és eredményes projekt volt, hiszen, mint az interjúból elhangzott, itt a gyakornoki programot nyomon követtük és szakmailag segítettük, illetve a mesterképzést végeztük, és az elmúlt időszakban 173 mesterlevelet tudtunk átadni azoknak a mesterembereknek, akik a későbbiekben a tanulóknak a képzését fogják majd végezni, és a gyakorlati képzőhelyeken oktatják őket. Ez folytatódik úgy tovább, hogy 2 hét múlva 45 mesterlevelet adunk majd át, és bízunk abban, hogy az elkövetkezendő időszakban is még tovább végezhetjük ezeket a képzéseket. Nagyon fontos, hogy ezek a tanulók, akik tanulószerződéssel rendelkeznek, ezek a való életben tanulják meg a szakmát, ott szerezzenek gyakorlatot, hiszen a duális képzésnek ez a lényege. Milyen további elképzelései vannak a kamarának a képzésekkel kapcsolatosan, és most arra is gondolok, hogy a felsőoktatásban is a duális képzés kap egyre nagyobb szerepet. Ebben tud-e majd valamilyen segítséget nyújtani a kamara? Igyekszünk segíteni, hiszen nagyon sok információval rendelkezünk, főként ugye a gazdálkodó szervezeteket illetően, tehát itt tudunk segíteni abban, hogy megfelelő gyakorlati képzőhelyeket, úgynevezett gyakornoki helyeket keressünk azoknak, akik a szakmát szeretnék a
gyakorlati életben elsajátítani, és ezen kívül nagyon fontos az, hogy folyamatosan ezeket a mestereket képezzük, a mestereknek olyan tudást adjunk, ami a legmodernebb technikának, technológiának megfelel, tehát egyrészt megszerzik a mesterlevelet, de továbbképzéseket biztosítunk majd számukra, hogy a tanulók, amikor kikerülnek az életbe, akkor azt a technikát tudják majd biztosítani, ami már a modern világnak megfelelő, tehát ne az elavult technikákat sajátítsák el, hanem a való életben, ami követelmény és ami színvonalas. Nagyon fontos az, hogy a gyerekek érezzék azt, hogy a szakmájukban komoly sikereket lehet elérni, hogy a szakmát, hogyha olyan szinten űzik, akkor nagyon sikeresek lehetnek az életben, és ott komoly pénzügyi hátterük is lehet ezáltal. Tehát az, hogy egy szakma, egy jól végzett szakma komoly anyagi hátteret jelenthet számukra. Ugyanakkor másik oldalról nézve a jól képzett munkaerő akár az innováció tekintetében is komoly előrelépést jelenthet egy-egy vállalkozás számára. Igen, ez nagyon fontos, és a vállalkozók szempontjából is fontos az, hogy olyan gyerekeket tudjanak kiválasztani, akik tudnak azonosulni a vállalkozásnak az elképzeléseivel, és tudjanak valami újat hozzátenni a vállalkozásnak a tevékenységéhez. Ezért is nagyon fontos a tanulószerződés rendszere, mert amikor a tanulószerződést megköti a vállalkozás, akkor a tanulóval kialakul egy olyan kontaktus, amin ő meg tudja mondani azt, hogy a 10 tanulóból melyik az a 2 vagy 3, aki tovább tud majd foglalkoztatni, és aki tudja vinni tovább a vállalkozást olyan szinten, amit ő elvár tőle. A képzés ugye csak egy része a kamara szolgáltatásainak, illetve teendőinek, például a gazdaságfejlesztésben, ha már itt az innováció is szóba került, milyen szerepet tud vállalni a kamara? Nagyon sok eseményt szervezünk, a gazdálkodó szervezeteknek számtalan rendezvényt biztosítunk arra, hogy minél több információhoz jussanak, hiszen a gazdálkodásnál az egy nagyon fontos szempont, hogy mindig napra készek legyenek és felkészültek legyenek a vállalkozás viteléhez. Olyan rendezvényeket szervezünk, ami biztosítja számukra a megfelelő képzettséget, közbeszerzési, adózási, fogyasztóvédelmi, munkavédelmi kérdésekben szervezünk számukra rendezvényeket, és ezen kívül végzünk üzleti partner közvetítést is, egyrészt országon belüli, megyén belüli és határon átnyúló üzleti partnereket is próbálunk szerezni a vállalkozásoknak, és próbáljuk ezt a vállalkozásoknak is elmondani, hogy ezt a szolgáltatásunkat is vegyék igénybe. Mennyire alakult ki úgymond egy élő kapcsolat, vagy ha úgy tetszik, egy mentori kapcsolat, hiszen a kamarának igazából ez lenne a feladata, hogy egyfajta mentor szervezetként tudjon működni a vállalkozások számára. Mennyire éreztek rá a vállalkozások ennek az ízére? Nagyon fontos az, hogy minél közelebb kerüljünk a gazdálkodó szervezetekhez. De most, ha azt mondom, hogy közel 30 ezer gazdálkodó szervezetet tartunk nyilván, akkor azt nem mondhatom, hogy mindenkivel élő kapcsolatban vagyunk. Van egy olyan kör, aki állandóan igénybe veszi a kamara szolgáltatásait, folyamatosan jön hozzánk, és kéri a segítségünket. Szeretnénk, hogyha ez a kör még szélesebbé válna. Ennek érdekében az év elején összeállítottunk egy kis tájékoztató füzetet, ami a kamara szolgáltatásait tartalmazta, és ezt mind a 30 ezer gazdálkodó szervezetnek elküldtük azért, hogy ne hangozzon el olyan sokszor az a kérdés, hogy mit ad nekünk a kamara. Ebben a füzetben összefoglaltuk, és ebből mindenki kiválaszthatja azt a szolgáltatást, ami neki a vállalkozásának a viteléhez feltétlenül szükséges. Milyen tervei vannak a jövőre nézve a kamarának? Szeretnénk tovább bővíteni azokat az eseményeket, azokat a tájékoztató rendezvényeket, amik a vállalkozásokat segítik, és azt tapasztaltuk, hogy a szakmai utak az országon belül is szervezett más megyében való üzemlátogatások, szakmai tapasztalatcserék nagyon népszerűek a gazdálkodók körében, hiszen itt nagyon sok új dolgot láthatnak, új technikákat, technológiákat, vállalatszervezést ismerhetnek meg. Szeretnénk ezeknek a szakmai utaknak a számát növelni, és minél szélesebb körben bevonni ebbe a vállalkozókat, hogy egyrészt ők fogadjanak más megyékből gazdálkodókat, és mi is minél több megyébe tudjunk eljutni, és olyan komoly cégeket megismerni, ahol sok ismeretre tehetnek szert. Lesz erre forrás, vagy pályázati lehetőségek?
igyekszünk megtalálni ennek a forrását. Egyrészt a saját forrást is vissza tudjuk forgatni ezekre a szakmai rendezvényekre, illetve a szakmai utakra, és figyeljük azokat a lehetőségeket, ahol pályázni lehet, és pályázat útján tudjuk ezeket lebonyolítani. Nagyon sok komoly kapcsolattal bírunk, tehát itt elmondhatom azt, hogy külföldi partnereink is szívesen fogadnak minket ilyen utakra, ők is szívesen jönnek ide hozzánk, és ez mind a kölcsönösségen alapszik, és az országon belül is, a megyék között is nagyon komoly ez az átjárás, hogy elmehessünk mi is például az Audi gyárba, vagy itt, aki ide jön, akkor az elmehessen megnézni például a Legút vagy a Michelin, tehát ezek nagyon fontos lehetőségek. Nagyné Varga Katalin, köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Én is köszönöm.